Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az Eto TV 136. kiadása. Ezúttal sem fognak unatkozni, hogyha velünk tartanak. Hogy miért mondom ezt, az már is kiderül a képes ajánlónkból. A BL kapujában a futszálosok, Gyurcsányi és Harmis szerint a realitás és a vágyálom ezúttal ugyanaz. Csonka kerettel edz az Audi Eto, Konkol Csaba beszél az elkövetkező időszak feladatairól. Fradit vert az Eto Győrben, a fiatal Windecker Józsefet faggatjuk a számára történelmi meccsről. Nyugodtan mondhatjuk, az elmúlt héten taroltak csapataink. A Rába Eto például 4-2-re nyert Üllőn. Ezzel a mérkőzéssel külön nem foglalkozunk. Három másik találkozóval viszont igen. Két kézilabda és egy labdarúgó mérkőzés. Hogy milyen eredmények születtek, az most kiderül az aktuálisból. Fornyák góljával indult a zöldfehérek szerda esti találkozója, és 5 perccel később megint csak ő volt eredményes, annyi különbséggel, hogy ezzel már 8-1-re vezetett az Eto. Nem adott esélyt ellenfelének Konkol Csaba együttese, olyannyira nem, hogy a 12. percre már megvolt a 10 gólos különbség, vagyis gyakorlatilag eldőlt a meccs. 4 perccel később Radičević révén már 15 volt a két csapat között, sőt az első 30 perc végére 17 góros forral 28-11-re elléptek a Heidi Löke vezette győriek. Fordulás után aztán hamar összejött a 20 gólos különbség. Kovacsics 7 méteresével már 32-12-re vezetett az Eto, és ekkor már világossá vált, hogy az idei szezon legkisebb ellenállásába ütköztek a zöldfehérek. Érkeztek a fiatalok a klasszisok által valósággal szétzilált Alko ellen, és Kurucék is kitettek magukért, mert az 50. minutumra 25 góllal 42-17-re vezettek. Kissé talán komolyságát is veszítette a meccs, és a hajrában Kovacsics egy pillanatra Kínába repítette a fehérvári csarnok közönségét. Az Audi Eto végül meg sem állt 49-21-ig, és úgy tűnik, ebben a bajnokságban senki nem ússza meg a győri hengert. A Brazil de Souza találata nyitotta a szombat esti Siófok Audi Eto összecsapást, de a győriek Lekics bombájával és Görbic szélről szerzett találatával gyorsan átvették a vezetést. Ezt követően a 12. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám ekkor Görbic hetesével először a találkozó során 3 góllal ellépett ellenfelétől Konkol Csaba együttese 7-4-re. A folytatásban kozmetikázott az eredményen a vendéglátó, feljöttek 8-7-re, csak hogy az utolsó 10 perchez érve megint megrázták magukat a zöldfehérek, és összehoztak egy 6 gólos, 13-7-es előnyt. A for végül kitartott az első félidő végéig, és 11-17-tel vonultak a csapatok a pihenőre. Fordulás után is pontosabban játszottak Lökéjék, mint a nyáron jócskán megerősített ellenfelük, és lassan, de biztosan növelték előnyüket. Tulajdonképpen jól küzdött Imre Vilmos együttese, ám a nagyobb tudás előtt kénytelenek voltak meghajolni a balatonpartiak. Az Eto igazi csapatként funkcionált, az Amorim, Radičević, Lekics 3-as fogat 4, Löke 5, míg Görbic 2 büntetőjével 7 gólig jutott a 32-22-es diadal során. Eddig olyan minőségi játékot produkáltunk, ami egy kicsit elkényeztetett magunkat is, meg a stábot is. Most ebből egy kicsit visszafogott a csapat, gondolok itt a kihagyott zicserekre és az eladott labdákra. Míg a lányok Siófokon vendégeskedtek, addig a magvasi alkalmazottaina és a Zserflor munkatársai itthon szorgoskodtak, és helyére került a csarnok új borítása. Innentől kezdve az Audi Eto és a Rába Eto otthona minden tekintetben megfelel az EHF és az UEFA előírásainak. Tízezer néző volt kíváncsi a vasárnap esti összecsapásra, ami nem is csoda, hiszen az Eto Fradi mindig örök presztízs meccs. Nem is kellett csalódniuk a fanatikusoknak, mert a 17. percben Völgyi tanítani való keresztbeadására a grúz Rati Alexidze érkezett kitűnő ütemben, és kibújva a védők közül a hálóba passzolt, megszerezve ezzel a vezetést. A ferencvárosiak igazából még fel sem ócsúthattak a gól okozta sokból, már is érkezett a második győri találat, amikor egy kontratámadás végén a Fradi félpályáján végigrobogó Nikola Trajkovic passzolta a labdát gyenes lábai között a kapuba. A félidő végére aztán összekapták magukat a vendégek is, előbb Olá lőtt kapásból fölé, majd Szomália próbálkozása került el néhány centivel Stevanovic kapuját.
Az első félidő utolsó percében újra Szomália és újra Stevanović voltak a főszereplők, előbbi lapos lövését védte bravúrral utóbbi. Fordulás után aztán Otten lövését hárította a győriek csapatkapitánya, majd a játékrész derekára Szomália lapos próbálkozását is. Nem véletlenül kapott 8-as osztályzatot Stevanović a Nemzeti Sportnapi laptól. A helyzetekből kitűnik, hogy nyomott a Fradi, ám a hazaiak érett taktikus játékkal tartották előnyüket. A hajrához érve a Maróti által felrúgott Koltait le kellett cserélni, az Eto válogatott támadója nem bírta folytatni a játékot. Nem sokkal később aztán megadhatta volna a kegyelem döfést az Eto a kieső helyen lévő ellenfelének, de a Hüper a rossz megoldást választott. Így gól már nem esett a remek iramú találkozón, a végeredmény maradt a 2-0, ami azt jelenti, hogy a csertői tanítmányok 9 meccsükből 8-at megnyertek, továbbra is veretlenek, és pont egy előséggel másodikak a Debrecen mögött az NB1-ben. Eto Plusz rovatunkból kiderül, hogy a kézisek az elkövetkező néhány napban bizony-bizony csonka kerettel készülnek a majdani Bajnokok Ligája nyitányra. Nem is olyan soká Brazíliával csapnak össze majd Konkoly Csaba lányai. No és az is kiderül, hogy a Rába Eto két gólzsákja mit vár a lettországi Rigában megrendezendő Bajnokok Ligája csoportkörtől. Csütörtökön este 7 órakor rendhagyó edzőmeccset játszik az Audi Eto. Rendhagyó egyfelől azért, mert csonka kerettel teszik ezt a zöldfehérek. Másfelől pedig, mert nem egy klubcsapatot látnak vendégül, hanem egy válogatottat. Méghozzá az idei világbajnokság Bécsben edzőtáborozó házigazdáját, a brazil válogatottat, amiben pályára lép Eduardo Amorim is a csapattársai ellen. A brazil válogatott a Hippo vendégszeretetét élvezi itt a szomszédos Ausztriába, és közel vannak, megkérdezte az edző, tehát ő bennünk vetődött fel, hogy játszanánk edzőmérkőzést. Nekünk meg azért jött ez szakmailag jól, mert egyrészt Eduardo Amorim akkor a túloldalon lesz, tehát a braziloknál játszik, és olyan szerkezetekbe kell majd gondolkodnunk és játszanunk, ami esetleg csak egy-egy mérkőzésen foltokba jön elő, és most megnéznénk, hogy akkor huzamosabb ideig hogyan tudnánk így a taktikai feladatokat végrehajtani. Egy olyan nemzetközi tempóba kell pörögnünk, vagy kell mennünk majd ezen a mérkőzésen reményeim szerint, ami megint csak arra kényszerít bennünket, hogy nemzetközi szintű játékot produkáljunk. Itt a magyar bajnokikat talán egy kicsit kívülről úgy látszik, hogy könnyedén nyerjük, ennek megfelelően ez egy nehezebb feladat lesz, és hát valóban a BL-re készülünk, tehát már az első fordulóra. Amorimon kívül is lesz néhány hiányzója az elkövetkező napokban Konkoly Csaba együttesének. A szlovén Anna Gross, aki még mindig bajlódik a vállával, kezelésekre jár, így egyelőre nem bevethető. A két norvég, Katrine Lunde és Heidi Löke sem készülhet a zöldfehérekkel, hiszen az Aarhusi világkupán játszanak hazájuk válogatottjában, és első Németország elleni mérkőzésüket 25-13-ra meg is nyerték. Az Audi Eto legközelebbi megmérettetése az október elejé Randers elleni BL találkozó lesz. Addig edzés hátán szerepel a lányok programjában. Már csak néhány nap és a Rába Eto együttese útra kell a lettországi Rigába, ahol a Futsal Cup csoportkörében szerepelnek a zöldfehérek. Ugyan a BL-ig még egy vasas elleni NB1-es rangadó vár a fiúkra, mi mégis arra kértük Gyurcsányi Zsoltot és Harnis Ákost, meséljék el, mit tartanak realitásnak és mit álomnak az európai kupa szereplés kapcsán. A vágyálom a Barcelonán egy nagyon jó mérkőzést játszani, egy szoros mérkőzést és egy továbbjutás természetesen. Csoport elsőként, vagy csoport másodikként? Hát én úgy érzem, a realitás nézve második hely nekünk az ideális.
ain't going down like this. When I flex, he let me know if my flow be sexy. Abban bízunk, ami nagyon reméljük, hogy a realitás is, hogy azért csoportmásodikként tovább kéne jutni. Szeretnénk a Barcelonában mindenféleképpen egy szoros mérkőzést játszani, megszorítani őket, bár tudjuk, hogy ők azért előrébb tartanak, mint mi. Viszont a két rivális, úgy gondolom, hogy azok körülbelül velünk egy színvonalú csapat lehet, tehát mindenféleképpen az a cél, hogy őket megverni. Mindkét futszálosnak jól ment a bécsi selejtezőben, 34, míg Gyurcsányi 5 gólig jutott. Utóbbinak egyébként a szerdai volt az első edzése tért sérülése után. Hál' Istennek minden rendben van, egyelőre nem érzek semmit, kezelésre megyek most egy óra múlva. Még van 5 kezelésem, remélem, hogy pénteken és jövő héten jó lesz a lábam, nagyon bízom ebben. Minden meg fog tenni annak érdekében, hogy jól menjen a játék és a csapat is sikeres legyen. Nagyon fontos az, hogy most tovább tudjunk jutni a 16-ban, mert ez nagyon kell a csapatnak. Nagyon remélem, hogy itt Lettországban is kijön majd a lépés, és hozzá tudom segíteni a csapatot a jó játékkal. De hát ugye az a fontos, hogy a csapatnak jó menjen, azon belül nem az, hogy az egyéneknek. Úgyhogy mindent a csapatért. Jobb fel vagyunk készítve fizikálisan. A repülőút úgy tudom, hogy 2 óra, úgyhogy ez nem lehet probléma. Ott szerintem frissítünk még egyet előtte, és mehet a játék. Utánpótlás rovatunkban Windecker Józseffel készítettünk egy összeállítást, az Eto ifjoncát a kollégiumi szobájában látogattuk meg. Hogy milyen érzés volt a Ferencváros ellen kezdőként és végig pályán lenni, az most kiderül magától Windecker Józseftől. Hogy arról aktuális rovatunkban már beszámoltunk, a hétvégén a Győri Eto FC 2-0-ra legyőzte a Ferencvárost. Amiről viszont nem esett szó, hogy a találkozón élete második NB1-es meccsén kapott kezdőként lehetőséget az Eto legújabb üdvöskéje, amely mindig csak 19 éves szegedi születésű Windecker József. Élete második meccse volt ez kezdőként, viszont az első, amit végig is játszott. A válogatottban voltam csütörtökig, ott 3-1 elvertük a szerbeket, és jöttem vissza, és akkor kérdés volt még, hogy ki fog játszani a Pili Bejtisz helyén. Volt a Kismáté, talán a Toki, meg én voltunk kijelölve, hogy 3 közül dől el, és akkor pont taktikai játék volt másnap, és én kerültem oda, és ahogy edzésnek vége lett, ugye a holnapon is felkerült, hogy Windecker a kezdőben kapott szerepet, és akkor innen gondoltam, hogy én fogok már játszani. Ezek szerint akkor Csertői Aurélla nem beszélgettél külön erről? Utána már másnap már odajött, megpróbált nyugtatni, mondta, hogy úgy játszak, ahogy tudok, nem kell izgulnom, azt csinálják, amit tudok, és akkor nem lesz probléma. Azt mondta, hogy ne fussam el magam, maradjak ott a centerben, bent, középen, és hogy ne akarjak megváltani a világot, nem azt annyit vállaljak, amennyit bírok, mert ez természetesen más iramú meccs, mint egy NB2-es, meg egy Liga Kupa meccshez képest is más az iram. Fradi ellen mindig is nagyon jó érzés játszani, főként nyerni. Igen, ez volt a második meccsen kezdőként. Hamar vezetést szereztünk, megnyugodtunk, én is megnyugodtam, és szerintem igazságos eredmény született. Nagyon sok gratulációt kaptam SMS-be, telefonon, személyesen is. Tényleg, szóval le a kalapa, itt nagyon sok külföldi van ugye itt a csapatban, de hát mindenki nagyon rendes, befogadó, és tényleg ez egy jó csapat, azért tartunk itt, ahol tartunk.
You should have thought, and that's what you get for thinking. Figured, cause I knew you, I wouldn't get you niggas thinking. I'm the only offspring of a bad dream. Érdekes összefüggés, hogy amikor Jóci pályára lép, akkor nyer a csapat. Bár az idei eredmények alapján nem nehéz mostanában a győztesben lennie, és ennek az összefüggésnek nem is tulajdonít túl nagy jelentőséget. Jóci elmondta azt is, az elkövetkező két fordulóban 6 ponttal számol, vagyis a hétvégén Diósgyőrbe is nyerni utazik a csapat. Előzetes rovatunkban ezúttal két mérkőzés esélyeit latolgatjuk. Az egyik a Rába Eto Vasas a futszál NB1 rangadójáról van szó, hiszen mindkét csapat hibátlan mérlegű eddig a pontvadászatban. A másik pedig a Győri Eto FC Diósgyőri vendégjátéka. Hogy mire számíthatunk ezeken a találkozókon, az most kiderül. A futszál NB1 negyedik fordulójában a Vasas együttesét látja vendégül a Rába Eto az előzetesen kiírtaktól eltérően már pénteken este 19 órától. Igazi rangadóra van kilátás, mert a vendég fővárosiak csak úgy, mint a bajnoki címvédő 100%-os mérleggel vágnak neki a találkozónak. Így joggal mondhatjuk, valamelyik csapat elveszíti veretlenségét, és a papírforma szerint nem az Eto lesz az. Ami első látásra is kitűnik a tabellából, hogy az előző két szezonban a legnagyobb riválisnak számító Berettyó kikapott a szegedi UTC-től, így voltak éppen helyet cserélt a két együttes. A táblázat alsóházát a tavaly még huszárok, idén már Deac néven szereplő Kozma Mihály által dirigált együttes vezeti. A Csömör és a Nagykáta leixelt egymással, így már csak a gödöllői Bikák állnak pont nélkül. Visszatérve a Vasasra, az előző idény alapszakaszát 6. helyen záró fővárosiak a nyitó fordulóban 5-1-re verték az újonc haladást úgy, hogy a fél időben még 1-1 volt a meccs. Aztán a második fordulóban kissé szorosabb meccsen, bár komolyabb ellenféllel a Kozma Mihály vezette Deaccal végeztek 3-1-re, majd az előző játéknapon simán 5-0-ra verték az amúgy meglepetésre is képes BME együttesét. A vendég piros-kékek tehát 100%-osak, ám a papírforma szerint csak péntekig, mert akkor jön az Eto henger. Az az Eto henger, amelyiknek valamivel több mint egy hét múlva a BL-ben is meg kell mutatnia, ki a legény az európai futszálgáton. A labdarúgó OTP Bankliga NB1 tizedik fordulójában a Diósgyőrnél vizitel a Győri Eto FC vasárnap este 18 órától. Az Eto továbbra is csak rosszabb gól különbségével második a Debrecen mögött, a vendéglátó pedig annak ellenére, hogy újonc együttes igen-igen kitesz magáért, mert jelen pillanatban 5. az NB1 tabelláján. Az alsóházat a haladás vezeti és meglehetősen szoros a kieső zóna. A Kaposvárnak, a Vasasnak, az Újpestnek, a Fradinak és a Zetének is óriási szüksége lenne a pontokra, hiszen már a bajnokság egyharmadánál járunk. A Diósgyőr mostani teljesítménye kissé hullámzó, mert a nyitó fordulóban valósággal kiütötték az Alaegerszeget, viszont legközelebb az 5. fordulóban sikerül győzniük a Pápa ellen. Aztán a 7. a Siófok, az utolsó játéknapon pedig a Kaposvár volt kénytelen haza kullogni pont nélkül. Haza, mert hogy a DVTK eddig csupán Diósgyőrben tudott győzni, ami azt jelenti, hogy igazán hazai pályán veszélyesek a piros-fehérek. A DVTK legeredményesebb támadója Limam Sejdi, aki 4-szer talált be a mindenkori ellenfélnek, de nem szabad megfeledkeznünk a nemrég leigazolt Tisza Tiborról sem, aki visszatért egykori együtteséhez. Rájuk mindenképp oda kell figyelni a 10. forduló záró meccsén, ahol szép ajándékkal, mondjuk egy papírforma győzelemmel kedveskedhetne a csapat Csertői Aurélnak. Az Eto szakvezetője ugyanis épp a meccs napján lesz 46 éves, és mi lehetne kellemesebb és szívmelengetőbb meglepetés, mint 3 pont a játékosaitól. Nos, ennyi fért az Eto TV 136. kiadásába. Reméljük, hogy ezúttal is élvezték a műsort, és nem csalódtak bennünk. Tartsanak velünk legközelebb is, addig is szurkoljanak a csapatoknak, hajrá Eto, viszontlátásra, találkozunk egy hét múlva.